A kert hátsó kis eldugott kis titkos részében kezdünk. Igen, így is hívom a titkos kert. Igen, figyelj, annyira gyönyörű itt is ez a kert, az óriás Annabellekkel, meg a tóval. Ugye ilyen kis tavakkal is lehet variálni a kertben, de most ebben a mai epizódban kimondottan növényekről fogunk beszélni, fajtákról, jó? Itt van mindjárt ez a gyönyörűség. Zöldcsillag. Völgycsillag. Neve is nagyon szép, ennek így asztrantia. Ezt mondjuk tűzönapra nem ajánlom, mint itt is ilyen kis szórt fényes, akár egy ilyen kis félárnyékos helyre, ház elé, fa alá, tökéletes választás. És milyen gyönyörű egy ilyen zöldes-fehér, magas növény így a többi zöld között. És akár vágott virágnak is jó, mert hosszan megtart, de a tövén is nagyon hosszan virágzik. Ez egy epilóbium, angusztifólia, sajnos nem tudom a magyar nevét, hármat ültettem kis csoportba, és már szépen elkusszott, és maximum olyan teendő van vele, hogy most ez elnyílik, akkor itt kivágom a csúcsát, és hozza az oldalhajtásokat, már és az a következő. Olyan, mint a nyári orgona. Igen, ugyanúgy kell. Kis tisztogatás, aha, ennyi munka és van megy vele. Be. Tápanyagnak, és amit levágtál. Úgy van, dobom is vissza. Minden növényre nem tudok rákérdezni, mert rengeteg van, de egy-két csodát. Ő például. Ő is nagyon nagy kedvencem, ez a virginiai Veronika, Veronica astrum. Uh-huh. És jó magas, tehát az ágyás hátsó részében legyen azért ültetve. És a levele is díszít, a levele is gyönyörű. És a virága is, és egy rovarmágnes. Most is egy-két pillangó itt van, rengeteg állatka látogatja meg. Egy szárazságtűrő, széltűrő, télálló, hosszan virágzik. Tökéletes a mai idője. Ez egy tő? Ez egy tő. És ebből például nem is hármat ültettem, mert kellően nagy cserepet tudtam venni. De itt ez is csak 3 éves, és már ekkora egy darab. Csodálatos. Nagyon sok kérdésem van itt, például alul ez itt mi? Igen, mondjuk ez egy nyári, egy Scaevola Evola, ez a neve. Scaevola Evola? Igen, nagyon jó neve van, mondjuk egy nyári, de mindenhova, hova csak lehet, még én is dugdosok be, ugye ez egy bunkolilion, hogy a töve is egyrészt takarva legyen, hogy ne süsse át a nap a földjét, meg hát szép is legyen, ezért mindenhol még egy nyárikat teszek. De ezt beteszed télen. Ez be kell, azért is van cserébe, mert nem télálló. Tehát nálunk. Ami nem télálló, az kaspóba, cserébe van és megy be. Így van. Téli kertbe. Egy hűvös, világos helyre. Én igen. Nagyon szeretem ezeket a zöldes, már az előbb mondtam virágokat. Ő mi? Igen, ő Alchemilla mollis, egy palástfű. Palástfű. Ennek is az a különlegesség, egyrészt ez a zöldes sárga virágzata. Gyönyörű. Nagyon hosszan virágzik, itt napon van, de van árnyékban is, tehát tökéletes minden helyre. És ahogy most is egy kis harmat és egy kis eső megül a levelek szélén, ilyen kis gyöngyökként ott szorakozni. Hogy szép! Ha valakinek van olyan növény, amire nem kérdezek rá, el kell jönni a Miklóshoz, sajnos. Ezek még a kedvenceim, amik így ilyen fátyolszerűen felhőnövény. Magas, de át lehet látni rajta, és folyamatosan virágzik is. Ez is a macedon varfű, Knautia macedonica, ez a neve. Ennek mondjuk annyit lehet, ez mondjuk egy picike munkát ad, hogy ami elnyílt, azt így le. Csippantani róla. Köszönöm, nem kellett volna. De aki nem akarja a vázába tenni, be lehet dobni az ágyásba már rögtön. De milyen gyönyörű színe van. Gyönyörű, szép. Ez mi? Pedig úgy néz ki, mint egy csalán, de igen. Nagyon nem az. Ez egy lándzsalevelű verbéna használta. Ez is verbéna. Igen. Verbének azok csodálatos növények. Igen. És most már lassan elkezd nyílni, itt megjelent a virágzata. És milyen virágja van? Kicsit az is ilyen lándzsás, ilyen hosszúkás, nem olyan, mint az erdős verbéna, kicsit ilyen csúcsos és elágazik, és ilyen fehéres, rózsaszínes lilásba megy át. Tehát hihetetlen látvány. Ezt lehet vagy hogyan? Akár erről is simán levágok egy ilyen kis hajtást. Muszáj szemtelennek lennem. De ez még jót is teszel nekem, mert ott el fog ágazni, és még több virága lesz. Ez pedig egy új növény. Nagyon jó. Úgyhogy azt elültetjük, jó? Eldobjuk. Aztán hát itt ez a kis legolcsóbb rózsák. Ez a legolcsóbb, kis de milyen gyönyörű. Ez a kis de fairy talajt akkor a rózsák, csak én nem hagyom talajt takarni, hanem így fölkötözöm. Kapnak ilyen kis bölcsőt, mint a hortenziák, és mindjárt más. Meg hát a kis rózsalugasod. Igen, hát ott is 3 futórózsa van, 3 féle klematisszal. Úgyhogy ha esetleg pont a rózsa pihenne a két virágzás között, akkor a klematisz még akkor is virágzik. Ez zseniális. De a klematisz az mindig alulról újból hajt? Igen, ez a 3. típusú kis virág.
vágó, tehát ezt tövig vissza kell vágni. Uh-huh. Tövig vissza kell vágni, és ez a 4-5 méter már idei hajtás, és atya most elkezd virágozni, ég. És ez is októberig virágzik. Atya ég. Őt muszáj még megkérdeznem, mert zseniális, szintén abban a bölcsőben. Igen, az egy Filipendula rubra. Tóparti legyezőfű. Tóparti legyezőfű. Hát most nézzék meg ezt a csodát. Igen, mint egy nagy vattacukor olyan. Kicsit olyan, mint a tolbuga. Igen, hasonlít rá. De szóval, hogy nem csak hortenzia létezik persze a földön, hanem ezek. Ennek és van ez az ezt illata? Ezt akartam mondani, ezt a kis szellő meglendített. Atya ég, milyen illata van! És illata is van. Elképesztő. Jó, hát ott mögötte a nagy bölcsőben egy óriási bugás hortenzia, azt tavaly ősszel láttam. Egyszerűen lenyűgöző. Igen. De ez meddig virágzik például? Már most egy jó hónapja virágzik, de látszik, hogy még a oldalhajtásokból még virágzik. Itt vannak bimbósak. És ezek az elnyíltak sem csúnyák. Tehát nem, látszik, nem. Hogy elnyílva is nagyon jól néz ki. És hát milyen jó, hogy mire kinyílik a bugás, igen, ez erre még azért virágzik. Figyeltem, hogy mindig váltsák egymást a hát virágzásban a növények. Szóval nem, az egy szakma. Egyik folt júniusban egész rész virágzik, aztán semmi, hanem itt folyamatosan váltják egymást. Igen. Na, mondd te is, hogyha valamit kiemelnél, mert hát én nagyon legszívesebben mindegyiket. Én nagyon szeretem a díszfüveket, ja. Úgyhogy ezt mindenképpen ajánlok ültetni, nem túl sokat, de ezt is ritmusonként, tehát bizonyos méterenként érdemes az ágyasokba ültetni, hiszen nagyon szárazságtűrőek, napimádóak, és így lazítják, mint egy csokorban a kísérő zöldek és a lazító növények. Ezek is ilyenek az ágyásokban. Ez például a Calamagrostis és az Overdam fajtája. Hogy tud minden megjegyezni? És az azért jó, mert a díszfüvek zöme az csak október-novemberben hozza ki a halászát, ez meg már júniusban, júliusban gyönyörűen virágzik. Az, ami úgy néz ki, mintha hortenzia akarna lenni, mert az egy kúszó hortenzia, ugye? Kúszó hortenzia, hidrangea petiolare, tehát kúszó hortenzia. Uh-huh. Ez akár fal mellé, kerítés mellé, bátra lehet ültetni. Ugyanaz most már elvirágzott, de még így is nagyon szép. Nem, hát gyönyörű. És igen, ez a másik, hogy az elvirágzott virág is szép. Lásd egy hagymavirág, igen. Lásd egy kúszó hortenzia. Nem kell azonnal mindent visszametszeni. És de ezt akartam. Gyönyörű vagy! Ezt gondoltam, hogy tetszeni fog. Ez a réti iszalag, Clematis integrifolia. Atya ég! Mondjuk lila és kék virág mániában szenvedek, hát akkor... de ez... Hát ez olyan, mintha az Alice csodaországban lett. És látod, ebben is valami már elnyílt, de folyamatosan hozza a bimbóit. Igen. Tehát nő fölfelé és folyamatosan virágzik. És aztán ő... ez egy sima Veronika, Veronika spicata, ugye volt a virginiai, ez a sima Veronika, uh-huh. De ő is gyönyörűen virágzik, sőt itt is, ha már van egy ilyen elnyílt rész, akkor ezt simán így ki lehet csippantani, és hoz oldalhajtásokat, és újra virágzik. És ő is Veronika? Ő is egy Veronika, csak egy ilyen fehér virágú fajtája, és ami még egyébként talán nem annyira ismert, de nagyon strapabíró, ez a Lysimachia Firecracker. Fajtája, és ezt azért szeretem, mert nem csak zöld levelű növényeket érdemes ültetni, hanem bordót, különböző levél színekkel is lehet játszani. Még nem virágzik, addig is díszít. Aha. Ő is egy Veronika. A Veronikák és a verbénák azt gondolom, hogy uralják. Ez annyi fajta van ugye? Belőle, hogy... hogy nem, hát ez is, hogy néz ide ültettem, és látszik, hogy elindult arra. Ja, igen, egész de hát ettől addig. Csak természetesebb lesz a kert. Azért nem az egy-egy lilium azért kikandikál hát az innen-onnan. Az ott mindenhol. Jót tesz. És amit még nagyon-nagyon szeretek, igen. Ez a bársonyos kakukkszegfű. Ebből ígértél nekem. Igen, és azt nekem szeretek mag mindig is magot lesz. Is. De már magról vetettem, úgyhogy van egy csomó kis palántám, úgyhogy ezt mindenképpen adok. Mert utána, ha egyszer elültetted a kertbe, elszórja magát, úgy, mint a verbéna bonariensis, uh-huh. Nem annyira tömegben nő ki, de szépen ezt sem én ültettem ide, hanem valahol itt volt, elszórta magát, és szépen itt. És hát milyen irányzó. Gyönyörű így. Aztán itt a gaura, ezt is biztosan ismered. Igen. Ez a gyertyavirág, ez is ilyen kis felhőnövény, lazító. Már rég óta virágzik, és ha novemberben jönnétek, akkor ugyanígy is. Virágoz, csak sokkal több lenne. Igen, és hogyha így belenézünk vissza a kertbe, ami még nagyon fontos, ahogy így látom, hogy legyenek benne pici kis installációk. Tehát ott egy kis oszlop, ott egy kis szaletli, itt egy kis pad. Napóra, igen, szobrok. Egy pici kis dísz, igen. Nagyon fontos, hogy ne csak növényből igen, álljon. Igen. Meg ami még nagyon fontos, hogy
ugye azért még Magyarországon fél évig tél van, igen, kopaszok a kertek azért, tehát én is azért legalább a növényeim egyharmada örökzöld, akár a cédrus, hamis ciprus, borókák, tujafélék, törpefenyők rengeteg van, hogy télen se legyen üres hatású, vagy legalább a vesszőjükkel díszítsenek, például a somoknak a tűzpiros vesszője, vagy a nyírfának a fehér kérge. Úgyhogy azokból is legalább az összes növényem egyharmada örökzöld. Igen, meg hát nagyon sok növény úgy virágzik le, mint például a hortenzia is, hogy télen az elszáradt virág is gyönyörű tud lenni. Igen. Sőt, voltunk a Chelsea Flowers, hogy ez a leghíresebb ilyen virágkiállítás, és ez az egyik aranydíjas, Golden Medal-t, aki nyerte, ez olyan kerttel nyerte, hogy leszette a téli elszáradt virágokat, bugás hortenzia, mindenféle elszáradó, monardának nagyon szép, hogy az echinácának a termése, aha, és abból készített egy kertet, és az is annyira látványos volt, hogy azért sem szabad össze-visszavágni, mert egyrészt a madaraknak táplálék, nekünk látvány, és a föld fölötti része, hogyha esetleg nagy tél van, még védi is a növényeket. Úgyhogy meg a talajt is. Össze a borfesztiválra kell menni, meg pihenni kell. És nem a kertet kell fölásni. Majd tavasszal. Majd tavasszal. Na, hát én ezt a végtelenségig tudnám nézni, és mindegyiket megkívántam, mindegyik növényt külön-külön az én saját kertembe, hogy legyen, de ez még ami késik nem múlik. És hogyha már így párat szedtem, akkor mutassuk meg, hogy hogyan kell tulajdonképpen ilyenkor nyáron zöld dubányról szaporítani. Igen, nem? Remek, tehát és akkor... olcsó és gyors módszer. Persze, persze. Ugye ez a remek szaporítási módszer. Aki ilyen dús kertet szeretne, és mondjuk spórolni is. Ugyan nem minden évelővel lehet ezt megcsinálni, vagy nem minden cserjével, de nagyon sokkal igen. Úgyhogy most én egy floxot hoztam. Ez milyen színű flox? Ez egy rózsaszín. Ráadásul ez egy ilyen kis emocionális értéke is van, ez a nagymamámtól van, az ő kertjéből, úgyhogy itt akkor növekszik. Egyet elviszek. Jó. Hát amit most megcsinálunk. Viszem a nagymamám örökségét, egy elég, aztán úgyhogy, majd arról szaporítom. Úgyhogy az onnan van, került onnan anyukám kertjéből, onnan meg ide hozzám, úgyhogy ezt nagyon szeretem. Tetejét is le kell vágni? Hát úgy vágtam, ha látod, mondjuk ez így volt egyben. Ja, aha. És ez a zöld dugványnak pont az a lényege, hogy zölden már, mikor ilyen nyár közepén így szépen ki van hajtva, még virágzás előtt, de akár virágzásban is lehet, de akkor a virágot le kell vágni mindenképpen. És nagyjából egy ilyen 20 centis darabokra föl lehet vágni, tehát mondjuk ebből az egy hajtásból már kettőt lehet csinálni. És az a lényeg, hogy az összes levelet le kell vágni, mert ugye nincs gyökere, ezért nem elpárolog, ugyanúgy párologtat, és így kiszáradna. Így, ha nem lesz rajta levél, akkor szépen mire gyökeret ereszt, addigra levelet is tud hozni. Tehát akkor nem csak nem félbe vágjuk. Most azért is hagytam itt abban, hogy esetleg egy-egy levelet lehet hagyni rajta, de azt mondjuk még így félbe vágni, aha, de én leszoktam szedni az összeset. Az a tuti azért. Aha. Mert hogyha egy-egy napot is kifelejtek és megszárad, akkor az a biztos, hogy nincs rajta semmi levél. Tehát kb. Így kell kinéznie, és jó, ha legalább 2-3, itt mondjuk 4 rügy pár is van, és ebből a fele a talaj alá kell, hogy kerüljön, mert ugye a növény nagyon okos. Hát ha már egy van, az már jó, de mondjuk ha kettő van, az még jobb. A növény nagyon okos, és ő tudja, hogy ha föld alá került, akkor itt nem levelet fog képezni, hanem gyökeret hajt. És fölül, ami a föld fölött van, ott pedig szépen levelet. Úgyhogy ilyen egyszerű, és ebből ugye egy nagy növényről bármennyit lehet szaporítani, és tényleg ez ingyenes, és már a kb. 2-3 héten belül megjelennek a kis gyökerek, és ez már jövőre virágzó növény lesz. Na, szóval ilyenkor a nyár derekán, amikor még nem virágzik, vagy már virágzik, de akkor levágjuk, akkor készítjük ezeket a dugványokat. Igen, ez a zöld dugvány, ezt így hívjuk, hogy zöld dugvány, vagy cserjékből a félfás dugvány, még ezt is gyorsan megmutatom. Ma nagy sláger, ez a bugás, ez ugye? A bugás hortenzia, hát én is ezt mindig tervezem, meg ajánlom, mert a makrofillákkal ellentétben, a kerti hortenziákkal ellentétben ő bírja a napot, nem is, hogy bírja, hanem azt szereti, hogy napra kerül. És a talaj. De méztűrő, tehát nem baj, hogy messzes a talaj, nem kell savanyítani, nem kell macerásodni vele, és nagyon egyszerűen szaporítható is. Tehát érdemes venni egy nagyobb tövet, azt mondjuk viszonylag drágább, de abból úgyis meg kell metszeni tavasszal is, tehát lehet tavaszi metszésből is készíteni dugványt. Tehát a fás lehet, részből is tudunk dugványt készíteni. Mert ugye ő az új, látszik, hogy ez mind idei hajtás, és majd itt jön már a bingója. Igen. Tehát lehet most is, de lehet tavaszi metszésből is dugványt készíteni. Ez nagyon könnyű szaporítani. Én nem értem, miért ilyen drága, de komolyan. És ugyanúgy le kell szedni róla a leveleket, ilyen könnyen lepattan róla. És itt sem kell túl hosszan,
vagy olyan túl érdekes, hosszú. Hogy három levelet hoz a bugás egy tőbe, nem kettőt. Nagyon jól néz ki. De hát a virága az igazi. És ebből is körülbelül egy ilyen arasznyit kell levágni, úgyhogy itt is megnézzük a rügyeket. Itt van 1, 2, 3, 4, 5, mondjuk itt az ötödik felet vágom akkor el. És de majd még ezen, azt is használjuk. Ezen is maradt még négy. Csak itt is ki kell vágni majd a csúcs, így ki is a virágot. Pontol, hogy semmiképpen ne hozzon majd virágot. Ugyanúgy le kell szedegetni a lemeket róla. Hát és így elég csúnyának néz ki. De így nem fog feleslegesen párologtatni. Reménytelen, de reményteljes. De biztos, hogy ki fog hajtani. Tehát én valahogy csak így ledugdosom ide-oda, mert sajnálom a meccés után el kidobni, vagy hát beletenni a komposztba, és mindenhol kihajt. És szorongatom ezeket a műanyag cserepeket, mert ugyan ez műanyag, viszont érdemes újra hasznosítani. Én is azért még mindig vásárolok növényeket. Én nem tudom, hova teszed, Miki. Nem tudom, hova teszed. Mindig van sok-sok cserepem, és hogy ezt ne dobjuk ki és újra hasznosítsuk, erre tökéletes. Ha így levágtunk egy-egy dugványt, akkor vagy rögtön vízbe kell tenni, vagy rögtön földbe. Tehát most eltelt két perc, vagy három, ez most nem gond, de hosszabb idő semmiképpen ne teljen el. Úgyhogy most rögtön ez egy ilyen kis saját keverésű föld, tehát ez egy jó minőségű virágföld, és saját komposztot is tettem még hozzá. Ha lett volna egy kis perlitem, az ilyen lazító közeg, azt még lehetett volna beletenni, de most nincs. De ez a tőzeg olyan laza úgyis, ezzel csak tényleg egy baj van, könnyen ki is szárad. Igen, erre kell figyelni, hogy most is azért jó nedves, tehát ne szárazon tegyük bele, tehát már eleve legyen egy kicsit megöntöző, akár előtt a nap. És egy kis lazán, tehát nem nyomkodtam meg nagyon. Ilyen kis lazán megtöltöm, és egyébként ezeket most akkor a két hortenziát teszem majd bele, és itt is arra kell figyelni tényleg, hogy az egyik rügy, vagy akár mindkettő legalább a földbe kerüljön, és én mindig a szélére teszem a cserépnek, és így szépen így ledugni, és ilyenkor nyomkodom meg egy kicsit körülöttem. És attól még jól tud képződni a gyökér, hogy a szélén van? Sőt, ezt én sem tudom, hogy miért, de én is az angol műsorokból tanultam meg, és tényleg jobban képződik a gyökere valamiért. Ó, tehát érdemes jó, a szélére tenni. Azt érdemes azért nem teljesen az aljáig nyomni, azt úgy lehet érezni, vagy ha esetleg megéreztük, a kicsit visszább lehet húzni, és utána nyomkodom meg egy kicsit, és még egy picike föld mehet rá. Kész, és arra figyelni, hogy tényleg mindig nedves legyen, ne álljon alatt a víz, és ne száradjon ki. Hoztam ennyit, ezt a... Milyen szépen kihajtott. Ezt egy 10 napja tettem bele, ez egy Veronika, és már kihajtott. Most még nem húzom ki, mert még nagyon-nagyon aprók a gyökerei. Még letörnének az apró hajszálgyökerek. De amúgy sem kihúzod, ugye? Nem, semmiképpen. Hanem kiborítod. Majd kiborítom, de ez csak jövő tavasszal majd. Uh-huh. És addigra már teljesen begyökeresedik. Egyébként majd érdemes úgy is próbát tenni, hogy megnézni a cserép alját, vagy megjelenik a gyökér, akkor már jó. Tehát tulajdonképpen az idén nyáron ezt elkészítjük, jövőre kirakjuk, és azután pedig már gyönyörű növényünk van. Ugye ingyenesen, hát nem mindegy, hát nagyon nem mindegy, mert nagyon drágák a növények. Elindult a padlizsán szezon, ez nekem óriási őrület a padlizsán minden évben. Van fehér padlizsánom, cirmos padlizsánom, ami ennek egész fehér a húsa, akkor van egy ilyen kis tömött padlizsánom, a lila, és vannak ilyen hosszú padlizsányaim, és a legkülönlegesebb az idén, az egy olyan padlizsán bokor, amin ilyen mini padlizsánok nőnek, és egészben lehet meggrillezni valami zseniálisan krémes. Ehhez az általában jól ismert padlizsán fajtához van egy nagyon gyors, praktikus receptem. Ilyenkor nyáron minél könnyebb ételt készítünk, minél rövidebb idő alatt, annál jobban járunk. A padlizsánt félbevágjuk. Nem kell sokat dolgozni vele, és az nagyon-nagyon jó, és hidegen is finom.
így bevagdossuk a héjáig. Kicsit ferdén, olyan centinként. És utána keresztbe is. Egy ilyen fél padlizsán egy adag. Semmi más dolgunk nincs, mint besózzuk. Így egy picit szétnyitjuk, hogy a só bemenjen a résekbe is. Rátesszük őket egy sütőpapírra. Picit meglocsoljuk olívaolajjal. Szintén egy picit szétnyitom, és akkor bemegy a résekbe is. 200 fokra előmelegített sütőbe bedugjuk. Körülbelül egy 20 perc alatt puhára megsül. Nézzük meg villával, amikor teljesen puha, akkor kész. Amikor megsült, akkor tesszük rá a mozzarellát, a bazsalikomot és a reszelt parmezánt. Amikor ilyen gyönyörűen megsült, akkor így egy picit csak összenyomkodjuk, nem kell nagyon, csak épp egy kicsit. És akkor jöhet rá a mozzarella. Bazsalikom. Hú, milyen illata van, akár csak egy parfüm lenne. Milyen gyönyörű. Tehetünk rá akár egy pár félbevágott koktélparadicsomot is, lehet variálni. És a végén parmezán. Egy picit meg is borsozom, és aztán jöhet rá a parmezán. Most már tényleg csak annyira tesszük vissza a sütőbe, hogy egy picit a parmezán elkezdjen pirulni a tetején. Addigra ugye alulról forró a padlizsán, fölülről jön az új hő a sütőből, a mozzarella szépen meg fog olvadni, a parmezán kicsit ropogós lesz, és már ehetünk is.